November végén írta alá a kormány a munkaadók és a munkavállalók képviselői a bérmegállapodást. Ennek értelmében jövőre a minimálbér 15%-kal, a garantált bérminimum 25%-kal nő, a munkáltatói járulékok pedig 5%-ponttal csökkennek. 2018-ban a minimálbér újabb 8%-kal, a bérminimum 12%-kal nő, és további 2%-ponttal csökkennek a járulékok. A Magyar Szakszervezeti Szövetség megyei képviseletvezetője nyíregyházi ételosztásukkor kérdésünkre elmondta, a munkavállalók idén kapták meg azt a bérfejlesztést, ami már tavaly is járt volna nekik. Ha tavaly éve visszatekintünk, tudni kell arról, hogy tavaly a szakszervezetek, a kormányjal nem írták alá bérmegállapodást. Sokan nem tudták, hogy miért, és itt most megadom az eklatás válaszrát, tavaly mi már tulajdonképpen ugyanazt követeltük, amit most megkaptunk. Tehát a válaszom az, hogy nagyon örülünk, nagy tisztelettel köszönjük, hogy meghallgatták a szakszervezetek szavát. A képviseletvezető hozzátette, a bérkérdéssel kapcsolatos megállapodások számos problémát is előhoztak, ilyen például a szakmunkás minimálbér kérdése. A Magyarországon rengeteg olyan munkahely létezik, aki az is 161 ezer forintot kap, aki mondjuk négy napja dolgozik, de az is 161 ezer forintot kap, akinek négy napja van hátra a nyugdíjig. Ez mindenképpen nagyon komoly feszültségeket hozott már most, hogy még nem kapták meg, már jönnek a visszajelzések és jönnek a kérdések, hogy hogy is lesz ez. A szakszervezeti szövetség ételosztásán egy tál meleg ételt és hideg élelmet is kaphattak a rászorulók.